Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a vendégem, és megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a felméréseket, de ezt egyszerűen imádtam. Mondhatom a számokat, 50 országban felmérték az eladóknak a kedvességét, és kiderült, hogy a legkedvesebbek az eladók az Egyesült Királyságban, ahol a köszönésen kívül 94%-uk mosolyog is. Ezt követően 93%-kal jönnek a mosolygós görög eladók, a puertorikóiak meg az oroszok, Hongkongban csak 66%-nyian mosolyognak. Emilia, hányan nálunk? 86%-ban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit szól ehhez, mert hogy ez azt mondja, hogy mi egy nagyon jó helyen állunk az eladói kedvességben, miközben általában mindig a panasz jut el az emberekhez, hogy na, milyen mogorvák ezek az eladók. Igazság szerint érdekes lett volna mellé tenni, hogy mondjuk az eladóknak a munkabére mennyi ebben az adott országban. Mondom, nagyon jó. Ja, nem, a magyart mondom, a vagy a közép fizetés az eladóknál 192-20 bruttóban, a felső az 230 felett, és ugye az Aldi nem olyan régen robbantott egy hatalmasat, és jó sokat adott oda. Igen, és azt gondolom lesz még változás ebben itt a bérpiacon, de visszatérve erre, hát nyilván könnyebb úgy kedvesnek és mosolyogosnak lenni, hogyha nincsenek egyébként az embernek anyagi problémái. Tehát ha, nem tudom a felmérés mikori, de hogy mostani. Ha egy pár 50 évvel ezelőtt, országban mérték fel. De ha egy pár évvel ezelőtt néztük volna meg, amikor még 139 ezer forint körül kerestek a kereskedelemben a dolgozók, volt, aki akkor is mosolygott, hiszen aki alapvetően kedves ember, ő mosolyogni fog 100 ezer forintért is, ha már elvállalta a munkát, akkor mert tisztességgel. Mert ez nem kerül pénzbe. Igen, valóban. Kedves legyen, meg igen. Én azt gondolom, ezt otthonról hozza az ember, a családból, a nevelésből, hogy kedves, normális, segítőkész, vagy nem az, és akkor nem az 500 ezer forintért sem, szerintem. Uh-huh. De nyilván számít, hogy a fejében csak az van, hogy kedves vagyok és kiszolgálom a vásárlót, vagy ott van a fejében az is, hogy és hónap végén mit fogunk enni, mert uh-huh. kicsit nehezebb mosolyogni. Köszönés. A régióban a cseh eladók köszönnek a legtöbbet, 95%-uk, 100-ból 95 eladók köszön. Nálunk 94, gyakorlatilag az abszolút élmezőnyben vagyunk. 100-ból 6-an nem köszöntek. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó szám, és tökéletes. Nem hiszem, hogy ebben valaha probléma volt. Most már azt gondolom, hogy volt a vezető között régen egy olyan generáció, akik picit nehezebben találtak meg a hangot a saját embereikkel, és ott volt, amit mi láttunk, köszönési probléma, hogy a nagyon magas vezető nem mindig köszönt a kedvesek az eladók, az egy jó dolog, de szakszerűek is az eladók? Tehát én például voltam már olyan boltban, ahol az eladó össze-vissza szaladgált, mert nem tudta, hogy egyáltalán mit árult, és akkor valahova elszaladt, hogy megkérdezze. Hát én azt gondolom, hogy itt a szakképzésnek a hiányosságait látjuk erősen megjelenni. A kedvesség az szerintem nem az iskolában ragad az emberre, hanem az a személyiségéből. Igen, de gyakorlatilag, ha engem beraknak egy műszaki pultba, és én nem értek a tévékhez, és én is a doboz oldalán olvasgatom, hogy mit is tud ez a televízió, akkor valójában én nem vagyok szakszerű. Hiába szeretnék az lenni, és kedves vagyok, mosolygós vagyok, de nem értek igen, a tévéhez. Igen, amikor mi Emiliával műsort vezetünk, akkor annyi hullisszatitok hadd legyen meg, hogy legalább előző nap kapunk egy átfogó anyagot, amit a szerkesztő kollégáinktól megkapunk, mi is átnézünk. Ember, aki elhelyezkedik mondjuk a műszaki osztályon, akkor az nem előre olvasgatja át azt a bizonyos doboz szélt. De igen, én azt gondolom, hogy és éppen azért nem mondhatom, hogy teljesen képzetlen ott a szintéren, de hadd mondjuk egy jó példát, például ha fűnyírót szeretne venni, és ezt egy multiláncnál teszi, ahol élelmiszert is lehet kapni, akkor ott elmondják, hogy ez egy fűnyíró benzines vagy elektromos. Egy szaküzletben megkérdezik, hogy az öntelke széles vagy keskeny, lejtős vagy emelkedős, mert ha emelkedős, aha, akkor önjáró legyen a fűnyíró, ne önnek kelljen tolni, menjen magától. Milyen jó eladó. Tehát ennek Arsai útban. Lehet, igen, de szóval azt gondolom, hogy megvan a szakmának az alapja, ami már elegendő vagy elégséges, és megvan az a szint, amikor az ember úgy jön ki, hogy segítséget kaptam, és olyat, amire biztos nem számítottam, és én nem tudtam eddig. És ha megfordítjuk, mert egy csomó helyen ki van írva, főleg kávézókban, éttermekben, hogy a kávé olcsóbb, ha kérek szépen. Tehát, hogy amikor a vevő viszonyulását nézzük az eladó felé, abban hogy állunk? Ez nincs benne nyilván a felmérésben, de nyilván fontos az eladó szempontjából is, hogy mennyire veszik emberszámba. Hát igen, illetve kell neki is a megerősítés, mert ha mindig mosolyog és sose kapná vissza a kedvességet a vásárlótól, akkor ez megállna ez a folyamat. Hát van ebben szerintem még problémánk, én azt gondolom, vannak a nagyon normális, nagyon kedves vásárlók, de megvan az a szűk szegmens, aki akármilyen kedves az ember, akármilyen mosolygós, akármilyen segítőkész, mégis érezteti, hogy te most eladó vagy, én pedig vásárló, és most én bejöttem ide, és ki kell szolgálja engem. Összességében most, ha a mosolyt meg a köszönést belevesszük, javul a minősége ennek a szektornak? Én azt gondolom, hogy igen. Ez nyilván annak is betudható, amit az elején említettem, hogyha normálisak a bérek, és nem kell máson gondolkodni, akkor könnyebb normális kiszolgálást nyújtani. Illetve szerintem most az emelkedő munkabérekkel
visszajönnek a szakmába olyan emberek, akik korábban elmentek máshova, többet kerestek, esetleg szalag mellett, de egyébként kedves, normális, idevaló kereskedő emberek, és most visszajönnek, úgyhogy szerintem igen. Országhatár mennyire határozza meg például a fizetéseket? Tehát teszem azt, hogyha egy magyar ember Sopronban lakik, Kőszegen lakik, és ott egy étteremben szeretne mondjuk pincér lenni, akkor ha azt mondja, hogy ha nekem itthon nem adják meg azt a pénzt, akkor biciklivel átmegyek 4 kilométert, és ott megadják? A kétszer annyit? Hát a vendéglátásban nem vagyok annyira otthon, de a kereskedelemben, amikor egy hazánkban is működő multi nyit egy üzletet a határ túloldalán, akkor a teljes magyar létszámát akar menni abba a boltba, hiszen 12 kilométerre van, és 150 ezer forinttal lehet többet keresni ott. Igen, de itt most mindig Ausztriáról, mindig minden alkalommal Ausztriáról hát beszélünk. Ez a határunk. Így van, de mi van akkor, hogyha a gyulai határt nézzük meg, ha Békés Csabát nézzük meg, tehát például, hogyha Aradon, vagy Temesváron, vagy Nagykárolyban nyílik egy bizonyos bolt, akkor megy át a magyar oda dolgozni? Én azt gondolom, a gyulai oldalon ott nem, viszont a szlovák oldalon már igen. Tehát például Komáromban nagyon sok olyan van, aki egyszerűen csak átteker a hídon. És a van olyan, aki ott lakik? Van olyan magyar állampolgár, aki a híd túloldalán lakik, Révkomáromban, és onnan jár át vissza dolgozni, mert hát gyakorlatilag ma már nincs határ. Igen, de például a megélhetés most, ha az osztrák oldalon hasonlítjuk össze, Magyarországon jelentősen kedvezőbb. Tehát olcsóbban veszek házat, olcsóbban élek, olcsóbb a fogász, a fodrász és minden, és 20 km-rel arrébb dolgozni jóval több pénzért nyilván úgy éri meg igazán. Volt még egy érdekes rész egy másik felmérésnek, hogy melyik boltípusban keresnek a legtöbbet. Az mennyire stimmel, hogy mondjuk az italboltban eladók viszik haza a legtöbbet, itt egy ilyen bruttó 310 ezer forintos összeg volt, és a zöldségesek a legkevesebbet, ott bruttó 178 ezer volt a legnagyobb fizetés. Hát, hogy mondjuk tisztán italboltban mennyit keresnek, ezt nehezen tudnám így most megmondani, de egy nagyvállalati palettán valóban a zöldségeladó az, ami leginkább az alján van, talán azért, mert nem kell hozzá olyan szakképzettség, pedig egyébként ott is kell az árut szépen kihelyezni, és annak is megvan a tudománya. De valóban ők a bérpaletta alján vannak, bár én azt gondolom, annyival sokkal többet nem visz haza bármelyik másik eladó sem a boltban, de igen, a zöldségeladó. Éppen nem Emiliával múltkor beszéltünk arról, hogy nehéz nekünk moziba beülni, mert például a vágásokat nézzük meg, hogy készült el a film. Amikor ön bemegy egy boltba, akkor ön tudatosan megnézi, vagy ugyanúgy viselkedik, mint egy vásárló? Tehát nézi azt, hogy köszönnek, mosolyognak, na, ez minek ment el eladónak, na, ő a tökéletes eladó. Szerintem nem tudunk úgy bemenni, hogy önök sem tudnak úgy bemenni moziba, én sem tudok úgy bemenni egy boltba, hogy ne azt nézzem, hogy hát ez a paradicsom olyan miért nincs föltéve, és miért ülnek hatan a pénztárban, amikor alig vannak sorok. De az embernek ilyenkor megmozdul a szakma a fejében. Hát önnek különösen nehéz lehet az élete, hiszen a kiflitől a paradicsom. Igen, minden nap megyünk boltba. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál. Én köszönöm.